A Dunaújváros és a Sportul Studences után sorozatban negyedik mérkőzését is megnyerte a HSC Csíkszereda jégkorong csapata. Ezúttal erdélyi rangadót nyert a HSC 5-3 arányban a Brassói Korona ellen. A csíki csapat speciális játéka kulcsfontosságú volt a találkozó végkimenetelét illetően. A mérkőzés a MOL ligába, illetve a román bajnokságba is beszámított. Győzelmükkel a csíkiak újabb értékes pontokat szereztek, és megkezdték a felzárkózást a MOL ligában és a román bajnokságban is. A teremlabdarúgó bajnokság 5. fordulójában idegenben nyert Kézdivásárhely. A KSE a Galaktik Fogsányt verte 5-1-re. A bajnokság élén a Déva és Marosvásárhely áll, mindketten veretlenek. Dél-Koreában versenyzett a sepsiszentgyörgyi Deák Zsombor triatlonista. A háromszéki sportoló két fél Ironman világkupán állt rajthoz, és mindkét versenyen a legjobb 10 között végzett. Ismét ázsiai környezetben versenyzett a sepsiszentgyörgyi Deák Zsombor, aki néhány hétig Dél-Koreában edzett, majd két világkupán is rajthoz állt. A román országos bajnok a nehézségek ellenére mindkét versenyen a legjobb 10 között fejezte be a versenyt, de úgy érzi, ennél többre lett volna képes. A 9. helyen végeztem, ami nem mondom, hogy most katasztrofális, de lehetett volna jobb is. És a következő versenyen, igaz, hogy a 10. helyen végeztem, de szerintem ez egy sokkal jobban sikerült maga a verseny. A kerékpár is sokkal jobban ment, azt a hibát, amit kicsit az edzésbe előtte elkövettem, azt sikerült kijavítani, és tényleg sikerült egy olyan futást a végén végrehajtani, amivel hát ha egy kicsit másképp alakul a verseny, akkor tényleg a top 5-be is lehetett volna végezni. Deák Zsombor a következő hetekben Ausztráliában készül, majd rajthoz áll a tájvani világkupán, amely számára az idei szezon legfontosabb versenye. Két évvel ezelőtt élete legjobb eredményét érte el ott, amikor 4. helyen végzett. Ezúttal is a legjobb 5 között szeretne végezni.